Februárban még minden szépnek tűnt. A Hübner Nyíregyháza a BS sorban győzte le ellenfeleit a bajnokságban. Utoljára március 8-án léphetett pályára a csapat, majd a koronavírus járvány magyarországi terjedése miatt előbb félbeszakították, majd befejezetnek nyilvánították a szezont. A cápák így a második helyen végeztek a MAFC mögött. Érthetően csalódottak voltak mind a kosarasok, mind a szakmai stáb tagjai. Először azzal foglalkoztunk, hogy, hogy, a vírus jön, és akkor hogy tudunk védekezni ellene. Mindenki pánikba volt aztán amikor átgondoltuk azt, hogy, hogy gyakorlatilag az egész szezon nem ért semmit, akkor, akkor hát nem azt mondom, hogy mérgesek voltunk, csalódottak, meg sokfajta ilyen negatív érzés volt bennünk. Most már kezd alakulni, de még mindig, mindig fájó ez a, ez a vége. Nyilván most úgy kell kezelni ezt, hogy vége van a szezonnak. Mint, ha, mint amikor tavaly vége volt mondjuk júniusban a szezonnak, ugyanúgy kell kezelni ezt. Most ugye vissza kell venni a terhelést, egy kicsit pihenni kell a játékosoknak fejbe is és fizikálisan is. Aztán majd utána nyilván edzeni kell, csak nem kell olyan keményen, és nyilván utána egy pár hét múlva már, már újra el lehet kezdeni, egy kicsit komolyabban edzeni. Most jön az időszak, amikor fel lehet szedni súlyt, gyorsítani lehet, lehet javítani a dobásokon, technikai, taktikai képzések lehetnek, úgyhogy majd erre koncentrálunk. A bajnokság lefújása után is edzésben maradtak a játékosok. Kezdetben magukban tréningeztek, ám a Continental Arena teraszán kialakított edzőrész alkalmas arra, hogy kis csoportokban végezzék a munkát. Egy alaperőt próbálunk továbbvinni, illetve a robbanékonyságot megtartani, valamint hát reméljük, hogy azt is tovább tudjuk fejleszteni. Bár ugye a otthoni edzések jelentettek egyfajta szinten tartást, tényleg nem többet. A jövőről egyelőre semmit nem lehet tudni, nem kizárt a létszámemelés a legmagasabb osztályban, és azt sem lehet tudni, mindegyik gárda tudja elvállalni az ácsoportos szereplést. A nyírségiek továbbra is számítanak a helyi kötődésű játékosokra.